Kiskorában nagyon sok ember űrhajós szeretne lenni, de sokunknál felnőtt korra is megmarad ez a vágy. Ettől függetlenül kifejezetten kevés embernek adatik meg, legalábbis a mi időnket tekintve az, hogy ténylegesen kijusson az űrbe. Viszont nem feltétlen kell eljutnunk odáig, hogy a nagy feketességbe kilépve megtapasztaljuk, milyen igazából a Földön kívül, mert olyan veszélyek leselkednek ránk a kozmoszból, amikkel az űr jöhet el hozzánk, a végünket okozva. Sziasztok, Márk vagyok a 10-es listától, és ma bemutatok nektek 10 hatalmas űrbeli veszélyforrást az emberiségre nézve. Ti mit mondanátok kapásból, ha valaki megkérne, hogy jelöljétek meg a legveszélyesebb dolgot az űrben? Valószínűleg 10-ből legalább 8-an a fekete lyukakat skandálnátok. De nem elég nekünk, hogy léteznek ezek az ijesztő fekete lyukak. Nem, léteznie kell nagyon nagy tömegű fekete lyukaknak is. Mielőtt azt hinnétek, hogy ezt én találtam ki, elmondom, hogy ezeket konkrétan így nevezték el a tudomány kreatív elméi. Ezek a legnagyobb tömegű családtagok a fekete lyukak asztalánál, rajtuk kívül vannak közepesek és mikroszkopikus fekete lyukak is. A legbiztosabb születéstörténettel a közepes méretű fekete lyukak rendelkeznek. Ha több csillag felrobban és összeolvad, akkor általában ők jönnek létre a helyükön. Azért kelthetnek bennünk félelmet a fekete lyukak, mert ha egyszer oda bekerül valami, akkor azt a különleges gravitációs mezeje nem engedi ki magából. De a sebességük és a mozgásuk ennél is több félelemre ad okot. Egyes fekete lyukak akár kb. 1,5 milliárd km/h sebességgel is cikázhatnak a fejünk felett. Ezzel pedig a fő probléma, hogy ha esetleg elkapnak és kilőnek valamit az űrben, azt pont ugyanilyen sebességgel indítják az útjukra, akár felénk. A nagy projekt, hogy ellátogathassunk a Marsra és esetleg kolóniákat alapíthassunk ott, talán már látható időn belül megvalósulhat, főleg ha egy rendszerben maradunk vele. Mert ez a keringünk a nap körül, mint egy nagy család, nincs igazán kőbe vésve. Bármikor kieshet egy bolygó a keringési pályájáról, és az egész univerzumban szabadon mozoghat. Őket nevezzük vándorló vagy utazó bolygóknak, amik ilyen Jupiter méretű száguldó őrültjei az űrnek. Egészen addig suhannak a rendszerek között, amíg valaminek neki ütközve meg nem állnak. Ez az ütközés viszont simán kibillentheti a másik bolygót a pályájáról, bár ez nem szükségszerű következmény az okos emberek szerint. De mégis kétszer annyi ilyen eredeti keringési pályájáról elszabadult bolygó van az űrben, mint pályához kötött. Tehát csak van ebben némi valós esély, még ha eddig mi szerencsésen meg is úsztunk egy ilyen koccanást. A napunknál sokkal öregebb és nagyobb csillagok szupernóvákat létrehozva lehelik ki a lelküket, de van ennél durvább utolsó tett is, amivel egy csillag emlékezetessé teheti a halálát. Ez pedig a hipernóva. A hipernóva a legnagyobb csillagok összeomlását követi, amikor a csillagmagva egy fekete lyukba zuhan össze, és olyan sugarak hagyják el fénysebességgel a hipernovát, amik gamma sugárzást bocsátanak ki. Ha egy ilyen a Földünk közelében történne, eltűnnénk, mint egy kósza gondolat. Mennyi esély van erre? Szerencsére nem olyan sok, kb. 200 millió évente jönnek létre hipernovák. A Földhöz legközelebb eső potenciális hipernovát kibocsátó csillag az Eta Carinae is csak 75 ezer fényéven belül tud komoly pusztítást okozni, és mi annál messzebb vagyunk tőle. De pacsi jár a naprendszernek is, ami kvázi hermetikus burokként véd minket. Viszont a földi élővilág 5-ször már megélte, milyen lehet a kihalás. Ezek közül például az Ordovícium-Szilur kihalási eseményt valószínűleg egy hipernova okozta. Amikor egy csillagnak lejár az ideje, vagy szupernovák, vagy hipernovák keletkeznek, amik kimenetele lehet egy fekete lyuk, de neutroncsillagok is létrejöhetnek. A neutroncsillagok az összeomlott csillagok reinkarnációi, hiszen azokból az anyagokból képződnek, amik a hajdani égitestből megmaradtak. A szupernova robbanáskor a csillag külső rétegei szanaszéjjel repülnek az űrben, és a belső részek összesűrűsödnek egy neutroncsillaggá. A neutroncsillag belsejében pedig létrejön egy olyan anyag, ami sútba vágja még a grafént is keménység tekintetében. Az elnevezése a tudós társadalom humoráról tesz tanúbizonyságot, nukleáris tésztának hívják. Ugyanis a rengeteg alak közül, amit fel tud venni, a különböző tésztákra hajaz a legjobban. A csillag belsejében heringpartizó neutronokat különböző irányokba tolja szét, és így van, hogy spagettire, nyokkira vagy épp egy tepsi lazanyára hasonlít a világ legerősebb anyaga.
Néha az eget kémlelve láthatunk hirtelen feltűnő fényességet, amiről egyből egy újonnan felbukkanó csillagra gondolunk. Pedig ilyen égi tüneményt egy gommakitörés is okozhat, ami sokkal barátságtalanabb egy új csillagnál. Ha a Föld a kitörés útvonalában lenne, először a légkörünk menne a levesbe, utána pedig követnénk mi is. Gammakitörések a csillagok összeomlásakor vagy fekete lyukak, illetve neutroncsillagok ütközésekor szabadulnak fel a bolygó közi térben. Ha egy csillag dobja be a törölközőt, akkor a szupernova olyan gammakitöréssel jár, ami átlagosan 30 másodpercig tart. Ha neutroncsillagok olvadnak össze egy új fekete lyukkal vagy egy már meglévő fekete lyukkal találkoznak, akkor csupán 0,3 másodpercnyi ideig tart a kitörés. Gondolhatnánk azt, hogy akkor inkább a második eset legyen többször, annak nem lehet annyira negatív a következménye. De a valóságban ezek így is úgy is egy új fekete lyuk születéséhez bábáskodnak, ami a nap végén annyira nem jó nekünk. A már korábban említett Mars projekttel újra elő kell jönnöm, hiszen a következő veszélyforrás nagyban okolható azért, amiért még nem léphetett ember a vöröskére. Az űrben apró, magas energiaszintű atomdarabok keringenek, mintha folyamatosan felrobban a Csernobil odakint. Ez a kozmikus sugárzás egyértelműen nem életbarát, de mi földlakók a bolygónk mágneses mezőjének köszönhetően védve vagyunk, viszont az asztronauták már nem. A Mars expedíció kb. 2-3 évet venne igénybe, ami alsó hangon agykárosodással, demenciával, szorongással vagy depresszióval járna, és a végére az űrhajósok képtelenné válnának döntéseket hozni a kozmikus sugárzás miatt. Eleve ha csak az odaúttal számolunk, már akkor is 0,3 Zeevert sugárzás érné őket, ami messze van a halálos dózist jelentő 8-as számtól, de már ha az egyet eléri ez a szám, akkor károsodnak az agysejtek. A kutatók már ráálltak a problémára, és azon vannak, hogy kifejlesztenek egy olyan gyógyszert, ami felvértezi az asztronauták sejtjeit a kozmikus sugárzással szemben. Ha régebbi motorosok vagytok, lehetnek még olyan emlékeitek, hogy az autóban a rádió folyton szaggatni kezdett, amikor fák vagy villanyvezetékek alatt suhantunk éppen. Ma már nincsenek ilyen problémáink, de például a kedvenc számunk hallgatását vagy egy telefonbeszélgetést az űrben folyó folyamatok a mai napig tudják befolyásolni. A rádiójelekre nincsenek jó hatással a napkitörések, amik a nap mágneses terének instabilitása miatt keletkeznek. A visszarendeződés következtében energianyalábok lövelnek ki a napból, és ha ezek elég intenzívek, bezavarnak a földi rádiójelekbe. De akár nagyobb áramkimaradásokat is írhatunk a számlájára, mert a mágneses mező rendeződése nem csak energiarobbanásokat, de koronakidobódást is eredményezhet. A koronakidobódáskor a nap koronájának egy darabja kilökődik az űrbe hatalmas sugárzás kíséretében, és ez bezavarja az energiaellátást a Földön. A koronakidobódás okozza a sarki fényeket is, szóval jó dolgot is eredményez ez számunkra. A földi életen számos más élőlénnyel osztozunk. Ezeknek többsége szabad szemmel jól látható, de a mikroszkopikus tartományokban is vannak társaink. Ide tartoznak például a baktériumok és az egysejtű gombák, akik közül némelyik egészen kártékony az emberi egészségre. Mivel parányiak, észre se vesszük őket, de ott anyáznak például a ruháinkon is, és visszük őket magunkkal mindenhova. Így kerültek ki a nemzetközi űrállomásra is. A baktériumokat egész jól feltérképezték, de a gombákról nincsen olyan sok információnk. Valószínűleg azért, mert egészségügyi károkat csak legyengült immunrendszerű vagy intenzív stressznek kitett szervezetben tudnak okozni. De emellett az is köztudott, hogy gombamérgeknek igenis ki lehetnek téve az asztronauták. Például Aspergillus flavus gombákat találtak űrhajókon, amik karcinogéneket termelnek stresszes közegben, az űrutazás pedig nekik is az. Tehát ez egy elég erős potenciális veszélyforrása az űrutazásnak, amit érdemes lehet mihamarabb feltárni. Ki ne akarna egy antigravitációt szimuláló helységben repkedni és szaltókat hányni, amíg csak bírja szusszal? Abban, hogy a kisgyerekek közül sokan űrhajósok akarnak lenni, biztos, hogy a súlytalanság is közrejátszik. Pedig kifejezetten káros az emberi szervezetre, ezért kell a nemzetközi űrállomáson dolgozó asztronautáknak 2 órát tornázniuk, főleg jogázniuk naponta. Ha a lustaság nagyobb órán lenne náluk, akkor az izmaik egy része biztos sorvadásnak indulna. A csontsűrűségvesztés viszont sajnos garantált, hiába tornáznak. Korábbi űrutazásokról visszatérő asztronauták körében gyakorivá váltak hátfájdalmak, amik a gerinc izomzatának összezsugorodása miatt alakultak ki.
Ez is a mikrogravitáció számlájára írható a gyakoribb csigolyalemez sérv kialakulásával együtt. De nem csak a mozgásszerveknek nem kedvez az űrben levő gravitáció hiány, látási problémákat is előidézhet. A megnövekedett gerincfolyadék egy idő után elkezdheti nyomni a látóideget, és már is szükségessé válik egy pluszos dioptriás szemüveg beszerzése a földre érés után. Mivel kvantumfizikából nem doktoráltam, a vákuumenergia jelenségének mélységeit nem fogom tudni feltárni nektek itt a videó végén. De hát ha páran kedvet kaptok hozzá, és a jövő fizikusaivá váltok ennek hatására. A vákuumenergia egy állandóan jelenlévő energia az űrben, ami a zéró energia egy speciális esete. Többek között a látszólag indokolatlan emissziókért felelős, a Casimir-effektus kialakulásában is szerepet játszik, valamint a kozmológiai állandó problémakörében is számolni kell vele. De a lényeg, hogy ez a vákuumenergia képes lehet befolyásolni az egész univerzumunk működését kozmológiai szinten. És ki tudja, milyen irdatlan veszélyforrásokat hozhat számunkra a vákuumenergia. Ezért szükséges, hogy a fizikus társadalom tisztában legyen vele. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legfrissebb tartalmakról.